90-es években felnőtt gyerekként számomra a Teenage Mutant Ninja Technőrzők egy eléggé meghatározó rajzfilm sorozat volt, de gondolom, aki abban az időszakban nőtt fel számotokra, sem kell külön bemutatni ezt a sorozatot, viszont akik annyira nem ismernék, 1987-ben elindult a Teenage Mutant Ninja Technőrzők rajzfilm sorozat, ami egyébként egy 84-es képregényen alapul, ami hát egy sokkal dárkosabb, a Mirage Comics által kiadott dárkosabb verzió volt, amit hát a 87-es rajzfilmre sokkal gyerekkompatibilisért tettek, és hát mint oly sok rajzfilm van az időszakban, a 70-es, 80-as és 90-es években általában a játékokat próbálta promotálni, úgyhogy pontosan azért jött ki a 87-es rajzfilm sorozat, hiszen megérkezett az első akciófigura csoport, amelyből egyel én is rendelkeztem. Szerintem már sokszor elmeséltem nektek így a Q&A-k folyamán, hogy annak idején, mint ahogy Legóval sem olyan sűrűn rendelkeztem, tehát nekem soha nem volt új Legóm, hanem mindig használt Legókat szereztem, de tudjátok, már meséltem sokszor azzal a nagy két teljes ládával. Úgy akciófigurákkal sem rendelkeztem, kivéve egyet, egyetlen egy akciófigurám volt kiskoromban, mégpedig egy Leonardo-s akciófigura, amit a Playmates adott ki, és itt pont mellettem láthatjátok is, hogy pontosan az a verzió volt meg nekem, kb. Óvodás koromban, amit nagyon sokáig féltettem, de sajnos azóta teljesen elkallódott. És mivel az eBay-en ismét csak kutakodtam, hogy kellene valami kis változatosság a csatornára is, és szembe jöttek velem ezek a nekás Teen Ninja Technőrz akciófigurák, ezért arra gondoltam, hogy bemutatnám ezeket nektek, remélem tetszeni fog ez az adás, ez itt az Építs Fel, nézzük is meg ezeket! Ahogy az előző bevezetőben is meséltem nektek, az az egyetlen egy akciófigura, amivel én rendelkeztem annak idején, az egy Leonardo figura volt, amit a Playmates adott ki, ez egy kaliforniai játékcég, amit egyébként mai mostani időkben is viszonylag jó áron még be tudtok szerezni, hiszen ha nem a legeredetibb verziót szeretnétek beszerezni, a 87-es kiadást, hanem azután következő újabb kiadásokat, hiszen folyamatosan újra kiadták ezeket a figurákat, úgyhogy a mai modern időben is még simán be tudjátok szerezni pontosan ugyanazt a figurát. Viszont, hogy felmerülhet bennetek a kérdés, hogy akkor miért nem azt szereztem be, azért már szerettem volna egy kicsit komolyabb akciófigurákat bemutatni nektek, hiszen ezek első ránézésre engem egyértelműen megvettek, hiszen pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a filmben, hiszen itt most nagyon fontos kihangsúlyozni, ezek a figurák nem a 87-es rajzfilm alakján készültek el, hanem az 1990-ben kijött első élő szereplős Teen Ninja Technőrzők alapján, ami hát ugyanúgy meghatározó volt a gyerekkoromban, én nem is annyira rég direkt utána is néztem, vagy újra néztem a filmet, hogy egyáltalán legyen fogalmam arról, hogy miről is szól, és tényleg egy az egyben a figurák ugyanúgy néznek ki, mint ahogy a filmben is szerepeltek, úgyhogy ezért is választottam a NECA céget, ami egyébként 1996 óta van a piacon, és aztán New Jersey-ből származik ez az egész cég, de ahogy így nézegettem a dobozokat, egyébként magák a figurák ugyanúgy Kínában készültek, de ettől függetlenül ez a minőségen nem vehető észre, legalábbis így első ránézésre. Aztán ugye próbáltam egy kicsit jobban belemászni a témában, hiszen ez teljesen impulzus vásárlás volt, és miután jobban utána néztem a dolgoknak, egészen sok hát rossz review-t olvastam magáról a NECA cégről, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon nálam hogyan is fognak működni ezek a figurák, de most már tényleg nézzük is meg, hogy miről is van szó. Ahogy itt látjátok, megvásároltam mind a négy Teen Ninja Technőrzőt, ahogy látjátok, itt van mind a négy verzió, Raffaello, Michelangelo, Leonardo és Donatellóval is találkozunk. Számomra Leonardo volt a kedvenc, kicskorom óta őt szeretem a legjobban. Először ezért csak őt akartam megvásárolni, viszont annyira nem volt vészes az ára, azt hiszem 30-valány dollár volt darabja, úgyhogy megvettem mind a négyet, hogy egyszerre ti is meg tudjátok nézni, hogy hogyan is néznek ki egymás mellett, úgyhogy hát szerintem mindegyiknek nem nézzük meg a dobozát, mert lényegében pontosan ugyanarról szól, de például itt az elsőn meg is nézhetjük, hogy például egyből találkozunk itt az eredeti 1990-es hát plakát dizájnnal, hiszen nagyjából ugyanígy nézett ki a filmnek a plakátja is, ami annak idején kijött, egyébként ez a Nickelodeon által támogatott figura, láthatjátok, hogy ott van benne maga Leonardo, amit hát így önmagában akár így is ki lehetne állítani, hiszen sok gyűjtő ki sem bontja ezeket, hát én ki fogom mondani, hiszen nagyon kíváncsi vagyok rá, és hogyha megfordítjuk, akkor látható rajta, hogy hát bemutatja nagyjából, hogy kiről is van szó, ki ez a Leonardo, és hogy milyen féle variációkban lehet ezt kiállítani, hiszen itt egy 7-szoros figuráról van szó, ami nagyjából egy ilyen 18 cm magas figura, és külön kiemeli, hogy 30 féle ponton hajlanak a dolgok, csuklók, lábak és a többik, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Én kibontom őket, és utána megnézzük őket közelebbről.
Oké, szóval a figurák nagyjából kijöttek a dobozukból, amik hát eléggé bele voltak erőszakolva, azért ez látszik is a figurákon, hogy eléggé kifacsart pózban vannak, de hál' Isten, mivel akciófigurákról van szó, hát ezeket egészen könnyen lehet orvosolni. Mindegyikhez társul a jellegzetes fegyverük, tehát ugye itt van Leonardohoz a két katana, itt van Donatellónak a bója, a botja, itt van Michelangelo két nunchakuja, és itt van Raffaello két szája is. Mindegyikhez társul egy-egy... hát ilyen szemfedő kiegészítő, majd kendő kiegészítő, ezt le tudjuk cserélni, kicsit másmilyen pózban van, mint a gyári. Mind a négyhez társul egy-egy szelet pizza, és érdekes módon Donatellónak egy kicsivel másmilyen feltétel érkezik, hiszen ez sokkal sötétebb, mint az összes többi, és mind a négy figurához társul kiegészítő készfejek is, tehát ugye ami most gyárilag benne vannak azokban, úgy állnak, hogy a fegyvereket kell beletenni, de van egy ilyen általánosabb póz is, amikor elrakják a fegyvereiket, és így ezeket kell rájuk felrakni. Nos, srácok, ahogy látjátok, össze is épültek ezek a figurák, de itt azért messze ne számítsatok olyan durva építése, mint egy LEGO készlet esetében, de gondolom ezt külön nem is kell már nektek kihangsúlyozni. A pózok beállítás kb. Egy olyan 40-45 percet vett igénybe, ami szerintem egy kicsit sok négy figurához képest. Itt a ti segítségedet szeretném kérni, mivel, ahogy a videó elején is mondtam, nektek semmilyen tapasztalatom nincsen akciófigurákkal, és számomra szerintem ez egy kicsit sok idő volt, mert nagyon szorosak az ízületek. Ez nem tudom, hogy normális-e, de az ízületeket szinte alig lehet mozgatni, nagyon-nagyon be vannak rögzülve bizonyos pozíciókba. Például a karokat, ez a mozdulat, hogy így behajlítsátok a könyökét, az szinte lehetetlen lennél a figuráknál is, mivel rengeteg olyan videót néztem, ahol mindenki azt írta, meg láttam a videóban is, hogy eltörtek a karok ezeknél a figuráknál, ezért nem ismertem annyira erőszakolni őket, úgyhogy kicsit furcsa ez a dolog nekem, de pozitívunként azt már mindjárt ki is kell hangsúlyozni, hogy a figurák egy az egyben filmhűek, és ezt már csak azért is mondom nektek, mivel én kifejezetten olyan figurákat kerestem, amikor nézegettem ilyen figurákat, nem is volt alapvető, vagy alapvetés nálam az, hogy Teen Ninja Teknőcök legyen, hanem bármilyen akciófigurát kerestem. Először Dragon Ballosokat néztem, viszont nekem azok sohasem tetszettek, amikor nagyon látszódnak az ízületek, nagyon látszódnak, ahol hajlanak a karok és a lábak. Viszont mivel itt Teen Ninja Teknőcökről van szó, ezért ez külön üdvözlendő volt számomra, hogy ugye mindenhol könyökvédő, csuklóvédő, térdvédővel találkozunk, amik remekül elrejtik ezeket az ízületi pontokat, és ezáltal sokkal jobban filmhűebben néznek ki ezek a figurák is. Először is itt láthatjátok Donatellót, aki szerintem már kész is a harcra, hiszen a kezében ott található az a botja, ez a bó, ami hát egészen jól belepasszol a kezébe, de azért egészen nehéz volt beleerőszakolni ezt a botot, hiszen nagyon szorult. Például a bot is kicsivel szélesebb, mint a kezének az a része, ahova beleillene, úgyhogy hát itt is azért egészen sokáig kellett vele szenvednem, de ettől függetlenül, mint ahogy a doboz is leírja, tényleg több mint 30 féle variáció van, vagy 30 féle mozgási lehetőség van, úgyhogy tényleg egészen jól működnek ezek a funkciók, csak nem tudom, hogy miért ennyire szorosak ezek a figurák. Mondom, komment szekció, írjátok le, hogy ez normális-e ilyen stílusú figuráknál, de így első ránézésre tényleg egy az egyben úgy néz ki, mint ahogy a filmben is találkoztunk vele. Sőt, ezt külön ki is emelném nektek, hogy itt, mivel Teen Ninja Teknőcökről van szó, azért arra számítanátok, hogy négy tök egyforma figurát kapunk, amelyeknek másmilyen szemkötőjük van, de nem. Egyáltalán nem erről van szó, mindegyik egyedileg lett megtervezve, pontosan úgy néz ki, ahogy a filmben is, ezáltal például a fejeket is láthatjátok, hogy mennyire egyedien néznek ki, például, hogy látjátok is, ő is megkapta ezt a lila szemfedőt, ami alatt még a szemét is gyönyörűen kidolgozták, azért látható, ott még a pupillája is és a fehér része is van, és azért markásan eltér, például, hogy nézzétek meg egy kettőt egymás mellett, Leonardo és Donatello feje markánsan eltér, és hogy már az előbb is meséltem nektek, a kibontásnál ugye kapunk egy másik szemkötő részt is. Na most hát ez igazából csak annyi, hogy egyik oldalról a másik oldalra liffenjen ez a része. Szóval, hogy most látjátok, a bal oldalon van, de hogyha ezt a másikat teszem rá, akkor ez így lobb oldalon fog lelógni neki, úgyhogy ez ismét itt a ti fantáziátok, és természetesen a csuklókat is ki lehet cserélni, és akkor akár bele is tudjátok tenni ezt a kis pizza szeletet is, amint éppen fogja, vagy akár a botját is el tudjátok teljesen tenni a kezéből, hiszen hogyha megfordítom, akkor látható, hogy hát egy nagyon jellegzetes teknős páncéllal találkozunk, de azért rajta található egy ilyen bőrszerű, de azért műanyag kis dolog, ahova bebírjuk szúrni a botot, és ezáltal hát már szabad is a keze, eheti is azt a pizzát. Aztán itt van a következő, az én kedvenc karakterem Leonardo kezében a két katonával, amelyben sajnos van azért hiba, hiszen a katonán található egy kis festékhiba,
meg azért hát itt-ott eléggé el volt ferdülve, úgyhogy ezt ki kellett egyenesítenem, de azért szerintem most már így azért jól néz ki, itt is nagyon szorosak voltak az ízületek, viszont azért itt különfölítnám a figyelmeteket arra, hogy itt még jobban ki van hangsúlyozva a szeme, hiszen itt a szemkötője egy kicsit jobban ki van nyitva, ki van vágva belőle, és ezáltal a szeme sokkal jobban megfigyelhető, és ugye megfordítom, azért itt már látható egy hatalmas egy különbség az előzőhöz képest. Eleve az, hogy a teknős páncélja, és hát a teknős páncél minta nem pontosan ugyanaz, mint Donatello esetében, de még ugye a katona tartó kis tokjai is itt vannak, ahova természetesen bele tudjátok tenni a katonákat, az ő kezét is ki tudjátok cserélni, és már ő is zabálhatja a pizzát. Aztán itt van a legerőszakosabb karakterünk, a legdurvább, Raffaello, akinek a kezében a szájokat lehet beletenni, sőt, hát ebben az esetben az ő övéhez is be tudjátok szúrni ezeket a szájokat, úgyhogy ha nem szeretitek, hogy a kezében legyen, akkor simán oda berakhatjátok, és akkor az ő kezébe is bele tudjátok tenni a pizzát. Aztán az ő arca a legmásabb a kettőhöz képest, az eddig bemutatott kettőhöz képest, hiszen neki látszanak a fogai is. Na most itt van a leggyatrább minőség, vagyis hát ennél a figuránál vehető észre az, hogy itt van a leggyengébb minőség így festés terén, hiszen például a fogain is látszódik, hogy hát elég sűrűn fekete foltok látszódnak rajta, a fehér festék már szinte teljesen lekapott bizonyos részeken, sőt ugye a szemkötőjének ez a kis lelógó része mindenhol ilyen fekete színű, mint hogyha koszos lenne, szerintem ez nem néz ki annyira jól, de egyébként itt is ki tudjátok cserélni a másikra, ami valamivel egy kicsit tisztább, és a másik oldalra lóg le, és azért itt látható, hogy a feje teljesen más, mint a másik kettőnek is, és hogyha megfordítom a páncélját, itt is annyira jók ezek a részletek, hogy mivel ő a legerőszakosabb karakter, ezért látszódik, hogy az ő páncélja van a legjobban megsérülve, különböző karcokkal találkozunk rajta, még a másik kettő esetében ilyennel nem találkoztam, úgyhogy ismét nagyon tetszik erre a részletekre való odafigyelés, és hát végül a tínédzser karakterhez érkezünk, mégpedig Mikeyhoz, aki hát ismét egész gyönyörűen ki lett dolgozva. Ahogy ránéztek a fejére, már láthatjátok is, hogy mennyivel hát jobb a minősége, ahogy legyártották ezt a figurát, hiszen például a fogai sokkal jobban néznek ki, még a nyelve is látszódik alala, a feje is ugyanezekkel a kis pigment pottyökkel rendelkezik, úgyhogy ez kifejezetten a filmhez volt készítve ez a megjelenés, és ezeknél volt észrevehető először ezek a kis pöttyök, amik egyébként mindegyik figuránál észrevehető, és egyébként nem mindegyik figura egyforma zöld árnyalatú, mert ebben is látható például egy kis barna árnyalat a combjainál. Úgyhogy tényleg így ránézésre nagyon meg vagyok elégedve, ahogy látjátok a kezébe bele tudjuk tenni akár mind a két, vagy csak az egyik nunchakuját, viszont neki különösen nincsen olyan hely, ahol el tudja rakni a fegyverét, ezért én ide csak így oldalra tettem be. Gondolom a filmben is valami hasonló volt, már nem emlékszek rá pontosan, viszont hogyha megfordítjuk, az ő páncélján is látszódik, hogy gyakorlatilag ő neki van a legtisztább páncélja, hiszen ő akár a legfiatalabb, vagy szerintem ő a legfiatalabb a négy teknőcünk közül, és hát ennyi pozitívum után sajnos érkezzen egy kis negatívum is, hiszen a dobozon, mutatom nektek, van egy ilyen kis utasítás, vagy ilyen kis ajánlat, hogy hogyan is lehetne normálisan ezeket pozícióba állítani, és egyből már az észre is feltű rajta, hogy ami a képeken szerepelnek figurák, az 100%-ig nem ezek a figurák, hanem ezek lehetnek a mesternyomatok, azok a figurák, amik először elkészültek, és ezáltal a legrészletesebben ki vannak dolgozva, ami gondolom minden esetben így van, de akkor is azért eléggé szemetűt, hogy hogyha ezek a figurák, amik itt a képen vannak, a 10/10-es, akkor ezek kb. Egy ilyen 7-es szinten lehetnek. Mert például itt a kezemben most a Michelangelo-nak a doboza van, és például abban a pozícióban itt a legnagyobb hazugság, ami ezeknél a dobozoknál feltűnik az, hogy ilyen pozíciókban ki sem lehet állítani ezeket a figurákat. Tehát itt van ez a pozíció, amikor így fogja azt a nunchakuját, lehetetlen beállítani a figurát ebbe a pozícióba, hiszen nem hajlik úgy a karja. Úgyhogy a dobozokon nem kellene ilyen szinten hazudni. Meg a másik az, hogy például a szemkötőjét is két oldalra lógatja le. Esélyem sincs két oldalra lerógatni, hiszen vagy az egyik, vagy a másik oldalra lóg. Ilyen szemkötővel nem találkozunk ebben a dobozban. És ahogy így fogja a pizzát is a kezében, hát azt is nagyon nehézkesen lehet például belerakni az ő kezébe, hiszen neki nincs is olyan kézkiegészítője, amivel így fogja a pizzát, hanem csak ez a lájkoló súlyak vannak, vagy ahogy éppen tartja a fegyverét, úgyhogy sajnos a doboz rengeteget hazudik ebből a tekintetből, de azért most már így érkezzünk el a videó végére, jöjjön is az összegzés. Összegezve társrácok, ezek a figurák így első ránézésre egészen jól néznek ki, árérték arányban szerintem egészen jól működnek, bár
28-adjára mondom el ebben a videóban, hogy nincsen tapasztalatom akciófigurákkal, nekem tetszenek, ennyi a lényeg. Ha kiállítom őket, egészen jól fognak kinézni, messziről annyira nem is észrevehetőek azok a hibák, sőt, gondolom nem mindegyik figuránál lesznek ilyen hibák, hogy például festés gondok vannak, vagy el van kopva az egyik oldala a szemkötőjének. A fegyverek tényleg nagyon jól néznek ki bennük, és a pózolási lehetőség is szerintem egészen jól működik ezeknél a figuráknál, de egyértelműen a leggyengébb pont az, hogy hát alig lehet hajlítani ezeket az ízületeket. Nekem ennél sokkal hajlékonyabb figurák hiányoznának ide, és akkor sokkal jobban hát mozgékonyabb púzva lehetne őket beállítani. De ettől függetlenül, mint kiállítási darab, hiszen én ugye egyáltalán nem fogok velük játszani, nekem 100%-ig jól működnek, tetszenek, jól néznek ki, és egy az egyben visszahozzák az 1990-es filmnek a hangulatát. Nos, srácok, hát ez lett volna az 1990-es NECA Teenage Mutant Ninja Teknőcök bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el, és most különösen irány a komment szekció. Mondjátok el a véleményeteket arról, hogy mit szóltok ahhoz egyáltalán, hogy nem csak legókat mutatok be, hanem egy kicsit másmilyen témába is belenyalok néha napján. Mondjátok el a véleményeteket arról, hogy hogyan tetszenek ezek a Teenage Mutant Ninja Teknőcök, és mondjátok el azt is, hogy nektek milyen tapasztalatotok van akciófigurákkal, szeretitek-e őket, vagy egyáltalán nem is érdekel, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!